Hali papi mami mindenkinek. Ha minden igaz, akkor egy nagyon-nagyon kellemes és szuper szivarnak fogunk elébe nézni. Ez nem más, mint az Don Antonio Churchill nevezetű szivar. A különlegessége az, hogy próbáltam egy árkategóriával feljebb menni, tehát ez a szivar, ez 2000 forint, ami azért viszonylag drága. Ugye mihez képest drága, hiszen mondjuk a 10-12 ezer forintos szivarok, amik igazán drág, de azt hiszem, hogy mondjuk az én pénztárcámhoz, vagy mondjuk ahhoz mérten, hogy eddig 7-800 forintos szivarokat szívtam, nagyon kíváncsi vagyok. Amit tudni kell erről, hogy ez egy kézisodrású szivar, ez lesz az első kézisodrású, amit elszívok, nagyon izgatott vagyok, és nem kubai, hanem Németországban készült. Na most, ami szerintem fontos lehet, hogy nagyon kíváncsi voltam, hogy a kubai ízvilág mellett, ugye mondjuk a németek azok ugye vízipipa dohánynál is, és bármit nézünk, ugye a német precizitás az ilyen pszichopata, mindenből a legjobbat gyártják le gyakorlatilag. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit hoztak ki egy szivarból, vagy mennyire tudják utánozni egyáltalán a kubait, vagy mennyire múlták fölül, vagy egyáltalán fölül lehet-e azt múlni. Szóval nagyon kíváncsi vagyok. Külalakra, hát ez egy nagy szivar, azért azt lehet mondani. Tehát ugye jóval nagyobb, mint a Quantanamera, eddig talán az volt a legnagyobb, amit szívtam. Vastagabb is, egy ilyen csőben lehet megvásárolni, egy ilyen kis tégelyben, vagy nem tudom, hogy hívjam ezeket, amin aranybevonatú celofánnal van körbevéve. Látjátok, hogy nagyon-nagyon szép. Tehát a kivitelezése az tényleg gyönyörű. Dombornyomott a külső logó is, a felirat is dombornyomott benne, a Churchill felirat is az. Nagyon szép ez a színkombináció, ad neki egy ilyen nívót. Azt gondolom róla, hogy ezt azonnal az ember így leemeli és megnézi. Tehát külalakra nagyon-nagyon szép, és ennek a különlegessége, hogy alul és fölül is nyitható. Most itt letekerte nekem a hölgy ott a Nemzetibe, hogy nézzük meg, hogy nincs-e eltörve. Ő az aljánál nyitotta ki, úgyhogy most én is itt fogom. Ami talán mondjuk negatívumként hozhatnám fel, már nagyon kötekedni akarnék, akkor az, hogy nem maga a cső tokra van, nem az van maga megszínezve, hanem ugye egy ilyen laminált fólia van körbetekerve, és itt mondjuk nem 100%-osan van ugyanúgy körbe rakva, tehát, de hát ez már valószínűleg csak kötekedés lenne, így is nagyon-nagyon szép. Hogy kiveszem a szivart, ott engem még jobban meglep ez a dolog, mert eszméletlenül szép a kivitelezése, egy celofánba van beletéve, kinyomom a celofánból, rögtön láthatjuk, hogy az alján is van egy kis ilyen papír gyűrű, amit le is veszek, azt gondolom az elejét, hogy így egybe tartsa, hogy véletlenül se essen szét. Itt egy kisebb gyűrődést kaptam, rögtön alatta, lehet, hogy ezzel akarták eltusolni, hogy ott van benne egy ilyen gyűrődés, de hát ezt reméljük, hogy nem lesz probléma. Maga a szivar, az illata, az a kifejezetten az a bőr. És ezt most minden vicc nélkül mondom, szóval ennél a szivarnál érzem a legjobban. A kubai szivarokat másolja az illata abszolút, de sokkal jobban előtérben van ez a hasított bőr illat, ami ilyen tompább érzés egy picit, nem tudom, hogy fogalmazzam, tényleg csak így tudom, hogy picit tompább érzés, de nagyon intenzív. Nagyon masszív, nagyon, nagyon tömör, fú, nagyon szépen van megsodorva ettől függetlenül, szóval ebben nem tudok, és sötét barnás. Ezen azért látszik, ezen nem nagyon tudok belekötni, tényleg gyönyörű, egyenesre van csinálva. Hát nem volt még ilyen így a kezemben, az biztos. Ez maga ez a gyűrű, ez meg, hát ez gyönyörű, tényleg nem tudok rá más mondani, nagyon-nagyon tetszik. Ez a bézs, citromsárgás szín, benne ezek az aranybetétek, feketével a Don Antonio felirat, 1770 az van ráírva, és az embléma is dombornyomott még ezen a pici
kis, sőt, még a Don Antonio felirat is dombor nyomott. Még a gyűrűn is. Tehát az meg végképp szerintem nagyon durva. Én még ezt nem szedném le, ezt a gyűrűt, mert annyira szép, annyira tetszik, hogy rajta van. No de, gyújtsuk meg, mert az illata az eszméletlen jó. Hát ez egy emberesebb darab. Hát megpróbáltam kinyitni itt az ablakot, mert ki már nem tudok menni. Úgyhogy majd picit kifelé fújom a füstöt. Megpróbáljuk nagyon szépen levágni. Hát megpróbálom ilyen picit lenyesni, ugye ezt használom. Hát nem sikerült olyan 100%-osan szépen, de megteszi talán. De máshogy kell ezt szívni, mint a... Atya úristen, de más, mint amit eddig szívtam. Te jó ég. Hát, most kicsit zavarban is vagyok, szóval... Utána néztem, a neten egyébként 5 pontból 4 és felet kapott. Hát rettentően kellemes. Teljesen más, mint amit eddig szívtam, de teljesen. Hát erre rá lehet szokni, gyerekek. Ez durva. Annyira intenzíven jön ez az íz belőle. Nem pedig a kaparós dohányt érzett, tényleg olyan, mint hogyha magát ezt a nagyon finom íz csak valami formában a szádba beleöntenék. Maga a füstje is ilyen nagyon lágy, kellemes, egyáltalán nem kaparós, persze, most még az elején tartok nyilván, de... És az illata is... Emlékeztet, ilyen, nem tudom, hogy miért kötöm össze, vagy hol éreztem ilyen illatot, de rögtön bőrfoteles ilyen irodában érzem magam tőle. Lehet, hogy a filmekből, amikor mindig ott kínálgatják egymást ilyen méregdrága szivarokkal, pedig hát ez még nem is egy olyan kategória, ez egy beugró kategória. Nagyon könnyű, tehát eszméletlenül könnyű, és a hamutálat nem hoztam be az erkéről, na elrohanok. Nem tudom, hogy annyira ízlik-e, hogy így szívom, mint egy állat, vagy kicsit gyorsan ég nekem ez is. Hát le se tudom hamuzni, vagy törni a hamut, mert ugye ezen a szivaroknál nem hamuzunk, hanem csak törjük. Annyira egybe van. Magyarországon ezt ugye lehet kapni, tehát nemzeti dohányboltban is. Az Őrsvezértéri dohányboltba vásároltam, ahol a vízipipa dohányt is vásároljuk. Sokszor ugye elmondtam. Hát aki megteheti, az próbálja ezt ki. Tényleg. Ezt tudom ajánlani. Könnyű egyébként a szivar, tehát nem nehéz. Egy kicsit lehetne nehezebb. Orron kiengedve az egy kicsit csípős, megmondom őszintén, de finoman kijön ott is az íz. Picit eltérő, mint a kubai ízvilág. Ezt most nagyon nehéz megmondani, hogy miben, tehát nem nagyon tudok még hasonlatokat mondani, mert itt baromkodunk ugye itt a szénaszalma, meg bőrízzel. Igazából megpróbálom megfogalmazni, miben más egy picit. Könnyebb és elegánsabb picit, mint az a dögerős kubai íz. Azok a kubai szivarok, azok kicsit ilyen odabaszósak, vagy nem tudom, hogy mondjam, még kezdő szivarként is. Ez viszont nagyon, nagyon finom, lájtos.
Itt azt is írják, hogy kezdőknek szintlépéskör és haladóknak ajánlják. Hát szintlépésnek ez nagyon jó választás volt, azt gondolom. Maga a füstje se zavaró egyáltalán. Sőt, még azt is kellemesnek mondanám. És nagyon finoman így benne marad a számba. Nem tudok másról beszélni, csak a szivarról, pedig mindig szoktam valamiről beszélni. De nem tudok most mást mondani, mert annyira telít ez a finom érzés. Hát most ezek, azért vagyok nagyon kíváncsi, mert kíváncsi vagyok, hogy mi lesz az igazi etalon kubai szivarral. Mert ugye lesz egy videónk, tehát ezt már sokszor elmondtuk. Most azért is vagyok kíváncsi, előtte elszívom ezt, hogy már ehhez képest is az még annyival jobb tud lenni, hogy már hihetetlen. Hú, a végén is így megmarad ez a nagyon finom szivar íz. Végighozza. Hú, nagyon ízlik. Hát ilyet kell vennem még, de ez csak 2000 forint, basszátok meg. Hát ez nagyon kemény. Erre rá lehet szokni, gyerekek. Hát van mire elkölteni a pénzt, na. Félreégek egyébként ezzel is, hogy kezdem azt gondolni, hogy picit én bénázok valamit. Utána is gyújtok, mert én nem szeretném, hogy ez így félreégjen nekem. Picit próbálok itt javítani a helyzeten. Akkor meg lehet egy picit pörkölni az oldalát, és akkor utána megy. Mert az a jó, hogyha egyenletesen ég. Valószínűleg még az én amatőrizmusom. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Aki megteheti, az mindenképp kóstolja meg. Most én megint végigszívom, lehet, hogy még közben vlogolok is egyet, és akkor két videót csinálok. Már úgy mondanám is közben, de teljesen más témát talán. Lehet, hogy csak megfogom és elszívom, és elgondolkodok picit. Jó, ez ilyen gondolkodásra késztet ez a szivarozás amúgy engem. Nem tudom, hogy miért. Valahogy a relaxáció közepette, nekem olyan gondolkodnom kell. Mindig arról, ami éppen van velem. Hát szép estét, szivarozást, vízipipázást, sörözést mindenkinek. Halipapi, mamit.